Előző műsorainkban a teremtés történet leírásán gondolkodtunk, és ezen a mai műsornak az alkalmával ugyanezt fogjuk folytatni. Korábban már megállapítottuk, hogy a hétnapos napos teremtés történetben nem szabad semmiféle idői, időbeli meghatározást sejtenünk. A szöveg inkább az ember hatnapos munka és életritmusát hagyja a jóvá társadalomban. És ennek illusztrálására a bibliai szerző, kissé talán antropomorf, tehát emberies módon, azt írja, hogy Isten a hetedik napon megpihent. Ez a leírás természetesen nem szó szerint értendő. Számomra mondjuk azt jelenti, hogy a sugalmazott szerző a munka és a pihenés ritmusában Isten állítja elénk példának, vagyis valamilyen normát akar felállítani számunkra. Aztán a hetedik nap megszentelése később kultikus szintre is emelkedett. Azt hiszem érdemes elgondolkodnunk arról, hogy, hogy mit jelent, miben nyilvánult meg ez a zsidóság számára, hiszen Jézus több alkalommal is szembe kerül emiatt kora zsidóságával, és az evangéliumokat is talán könnyebben meg tudjuk így érteni, hogyha erről is tudomásunk van, ha ezzel is tisztában vagyunk. Hogy milyen eseményekre gondolok, ugye például amikor Jézus tanítványai e, szombaton e, az úrnapján napján ugye szedtek az út mentén, vagy amikor Jézus szombaton beteget gyógyított. És aztán a kérdésem másik fele az lesz majd, hogy mit jelent, vagy mit kellene jelentsen a vasárnap megszentelése a keresztények számára. Gondolok itt arra, hogy sokan rendszeresen inkább mondjuk a szombatesti misére mennek, hogy vasárnap már ne kelljen, vagy az egész napos vasárnapi plázavásárlásokra, stb. stb. Erről kérdezem akkor Püspök atyát. Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Biblia egyik legfontosabb parancsa a hetedik munkaszüneti nap. Érdekes ezt talán ilyen módon is megfogalmazni, észrevenni, hogy ez nem valami fajta engedmény. Nem azt mondja a Biblia, hogy nem muszáj mindig dolgozni, néha szabad pihenni is, hanem ez egyik legfontosabb parancsa az Úristennek, hogy abba hagyjuk a magunk fontosnak tűnő feladatait és dolgait. Maga ez a szó, csabbát, azt jelenti, hogy abba hagyni. Ebből jön a szabotálni szavunk is. Tehát fontos, hogy az ember kiejtse a kezéből a a fontosnak tűnő dolgait, és tudjon megállni. De akkor válasszuk kétfelé, tehát ahogy említettem, nézzük meg azt, hogy a, a zsidóság számára mit jelentett ez, hiszen az evangélium, hogy említettem, tényleg ennek függvényében válhatnak, legalábbis némely történetük érthetővé, és hogy számunkra, keresztények számára mit jelent ez, mondjuk így a harmadik évezred kezdetén. A zsidóság számára tehát egy rendkívül fontos hetes ö, emlékeztető ritmus és idő, amikor az ember tudatosítja, hogy ő teremtmény az örökkévaló titkával kapcsolatban van, újra és újra megáll az ember a maga idejében és belép az Isten örökkévalóságába. Egy kicsit bevárja a lelkét az életnek a nagy rohanásában. Úgy tűnhet talán első látásra, hogy Jézus a szombatot újra és újra megszegi, mintha ez nem lenne a keresztény erkölcs számára annyira fontos a hetedik munkaszüneti nap. Valójában Krisztus nem eltörölni akarja a törvényt, hanem beteljesíteni, és a, az ünnepet, illetőleg a szent időt sem akarja megszüntetni, hanem relativizálja, vagyis kicsit viszonylagossá teszi. A szent idő, amit tulajdonképpen a hétköznapokból kihasítunk egy nap, amit különlegesen az Istennek föntartunk. Ez arra szolgál, hogy megtanuljuk, hogy minden idő szent. Nyilvánvalóan az Úristen minden napon jelen van, a hétfőn is, meg a kedden is, tehát minden nap tele van az ő jelenlétével, és a vasárnap abban segít, hogy megtanuljam a, a hétköznapon is az Isten jelenlétét átélni. És ugye a szent hely a templom, abban segít, hogy megtanuljam, hogy minden helyen, az otthonomban is az Úristen otthon van, és jelen van. Ahogy Jézus mondja, itt nagyobb dolog van, mint a szombat, itt nagyobb dolog van, mint a templom. Tehát Jézus relativizálja a szent időt és a szent helyet, és arra akar megtanítani, hogy mindenütt az Úristen ott van, nem csak a, a kultikusan szent időben és térben. Ugyanakkor nem akarja eltörölni a szent időt és szent helyet. Ezt látjuk nagyon világosan, akár csak abban, hogy a zsidó szent ünnepekre Jeruzsálembe fölmegy. Tehát mint a zsidó vallásnak a része, a szombati zsinagóga Isten tiszteleten ott van, fölolvas a húsvéti ünnepen, sátoros ünnepen, templomszentelés ünnepén, fönt van Jeruzsálemben, tehát fontosnak és jónak tartja a szent időnek és a szent helynek az átélését. Miért? Mert az ember test és lélek. A, az embernek a lényegéhez tartozik az, hogy testi lény, társadalmi lény, és a hitünket is ilyen módon kell megélnünk. Nem elég csak valami szellemi elvont módon az Úristenre gondolni. Ahogy mondjuk, ha valaki szerelmes, azt se lehet úgy átélni, hogy otthon szépen üdögél a foteljében, és gondolkodik a kedveséről, hanem virágot kell venni, el kell menni, sétálni kell vele, közös programokat szerveznek, stb. Tehát így lesz ez a kapcsolat valós. Ugyanilyen az Isten kapcsolatunk is. Az hát egy önbecsapás, nagyon sok ember mondja, hogy ő otthon szépen a foteljében, nagyon mélyen hisz. Az ember csak úgy tud hinni, ha az egész lénye hisz. Tehát a lábunkkal elmegyünk, zarándoklunk, templomot építünk, énekelünk róla, festményeket festünk. Tehát az egész lényünket ez a kapcsolat átjárja, csak így valóságos, mert az ember test és lélek. Tehát Jézus nem eltörli a szent időt és a szent helyet, hanem ezt nagyon is fontosnak tartja. Ugyanakkor relativizálja, és például megtanít arra, hogy a szeretet parancsának a teljesítése, az, hogy ő gyógyít, az fontosabb, mint a kultikus szabályok, amik a szombathoz kötődtek. A kereszténység számára úgy gondolom, hogy manapság egy különös fontosságot kap a vasárnap megszentelése. Már boldog másik János Pál pápa a harmadik évezred küszöbére írt enciklikájában a hét pont közül, amit ő kijelöl, mint főirányok az új évezredre az egyik pontnak ezt választja, a vasárnap megszentelését. Tehát azt gondolom, hogy ma, aki katolikus ember és az egyházzal gondolkodik, az egyházzal együtt él, nagyon fontos, hogy ezt próbálja megérteni és megvalósítani. Egy-egy család életében óriási értéknek gondolom, ha egyrészt ha tudnak otthon imádkozni. Tehát van szent helye, szent pillanata a napnak. Ismerek olyan ö, esztergomi családot, hetedik gyermeküket várják most, és ha csak tehetik, de szinte mindig, együtt az egész család este imádkozik, pedig apró gyerekek is vannak. Legtöbbször egy tized rózsafüzért is elmondanak, sőt néha többet is, és gyerekek is fantasztikus élvezik, adják körbe a, a rózsafüzért, mindenkinek van egy, egy üdvözlégy, amit ő mondhat el, és nagyon boldogan mondják ezt el van külön ima sarka, a szobájuknak gyertyákkal, képekkel. Tehát nagyon fontos dolog, hogy a családban legyen helye az Istennek. És ugyanígy a, a vasárnap megszentelése, ami elsősorban nyilván a Szent Mise, ha lehet vasárnap, a szombati előmesti Mise az arra az esetre vonatkozik, erre van kitalálva, hogyha valaki nem tud vasárnap elmenni de lehetőleg vasárnapon, Jézus föltámadásának a napján kell az Eukarisztiában részt venni, és azt gondolom, hogy ezen túl is a vasárnapban fontos, hogy legyen idő az Istennek, lehetőleg mindenkinek egy kicsi ideje magában, ahol Bibliát olvas, imádkozik, és legyen idő egymásra, tehát a családnak is legyen egy, egy felüdülés, megpihenés. Érdekes dolog, van egy baráti család, akik, akiket ismerek, és is, akik egy budapesti nagybevásárlóközpontnak közvetlenül a közelében laknak, és ők mesélték, hogy volt egy idő, amikor már gyakorlatilag minden vasárnap délelőttjük azzal telt, hogy a mise után lementek, és elkezdték a plázátot körbejárni. És egy idő után az édesanyja döbbent rá arra, hogy tehát, ez a vásárlás számukra az egész vasárnapi úgy hangulatot megszünteti, a, a, az úrnapja megszentelése úgy kerékbe törik, és a, pont a vásárlás és a járkálások révén, a, a, a botokban való járkálás révén egyfajta hétköznappá degradálódik. És azt mondja, hogy, hogy egyik pillanatra a másikra a férjével teljes egyetértésben leálltak, és azt mondja, hogy, hogy egyik pillanatra a másikra ismét szentnek érezték a vasárnapot, csak egy ilyen apróság által. Tehát, tehát elég sok összetevő, vagy több összetevő is lehet tehát a, a vasárnap megszentelése valóban nem csak pusztán, hogy elmegyek a szentmisére, és akkor úgymond letudtam a tíz parancsolatból az egyiket. Igen, szóval kicsit rossz ez a, a mai világnak a nyomása tendenciája, mintha a mammon temploma, a, a bevásárló központok szinte úgy elszívnák az embereket. Azt hiszem, hogy nagyon fontos visszatalálni az életünk igazi középpontjához, forrásához, és bátran nemet mondani, egy másfajta értékrendre, ami, ami a családokat is tönkreteszi, illetve az embernek az egyéni életét szegényíti.